egyik szítál, másik rostál, harmadik követ vág, harmadik követ vág. Ez az épület igazából több mint 100 éves, sőt még attól is több, mert ugye régen az első formája az egy szinttel alacsonyabb volt, három szintes volt, most 4 szintes. Ezt több mint 120 éve ilyen formában van most ez az épület. Tehát látjátok, hogy nagyon szépen fel van újítva. Ez az én gyerekkoromban nagyon össze volt omolva, mert minden gyerek ide jár szánkózni, mert szaladjának. Vitorla, az 20 méter így ez a fesz távolsága, rengeteg. És maga az épület az 15 méteres kb. Na, úgyhogy most bemegyünk, én megyek előre föl a lépcsőn. A felső két szinten óriási kerekek vannak, amik a vitorlának az erejét átadják a többi résznek. Tehát a vitorlára végén felraktak vásznak, majd mindjárt ott az ablakot kinyitjuk és meg tudjátok közelre nézni a vitorlát. Amikor vászon volt rajta, akkor pontosan úgy működött, mint a vitorlás hajók, láttatok már vitorlás hajót tévében mondjuk. Beletakaszkodott a szél és megpörgette a vitorlát. És fönt vannak óriási nagy kerekek. Majd egyszer megnézzük később, hogyha nagyobbak lesznek, és ügyesebben mászok föl, most nagyon nehéz fölmászni. És a lényeg az, hogy azok a nagy kerekek beindították ezt az egész szerkezetet, és itt ezeket a malomköveket is megforgatták. Itt három. És akkor ezt a vásznat, hogyha meglengette a szél, akkor ugye forgott az egész szerkezet. Ezt láttuk a múltkor is, amikor itt voltatok, hogy mikor kiengedték a fönti féket a bácsit, akkor ezt meg lehetett forgatni, ezt a kereket. Kézzel is. Majd ja, most már csak kézzel lehet fordulni. Lehet, hogy ha lenne vászon, akkor el lehetne indítani igazából, de hátul meg fogom mutatni majd még a féknek a szerkezetét, vagy ahogy egyszerre megyünk. Jó? Na, akkor úgy megyünk le, mutatom, jó? Sípoknak hívják, ezeken fog lejönni, onnan a malomkövektől a liszt. Ide belefolyik ebbe a ládába, ez a lisztes láda. És ugye mind a három malomkőpárhoz van egy-egy láda. Itt van egy nagy-nagy ilyen henger alakú tárgy, ez a béka. Itt néz ki a béka tulajdonképpen, én nem erre gondoltam, de így néz ki a béka. Ez a mértékegység, ami mondjuk egy zsáknak a mértékegysége, amit behozott az ember, egy zsákú húzák, és akkor ennyi volt a mértékegység utána, amit visszakapott. Ott azt látjátok, az egy mázsa, az egy mérőeszköz, az már később felemény. Meg itt ugye ezen az oldalon van ezek a lisztminták, ezeket kipróbálhatjátok, megkophatjátok, hogy ott van, milyen a kapintása. Ez azért van ilyen sokféle liszt, mert mindegyiket más szemfinomságú legyen. Dörzsétek az ujjatok között meg, és akkor jobban érzitek, hogy mennyire finom a szemcsője. Oda van írva mindegyikhez, hogy melyik micsoda. Egy részét. Igen, mindent meg lehet fogdosni. Meg tudod nézni, mi a különbség a magok között. Ez is. Ez az épület, ez egy nagyon különleges épület egyébként. Ugye arról volt szó, hogy a szél belekap a vitorlába és meghallgatja. Viszont ennek az egész épületnek az egész tetejét körbe lehet hallgatni, mert nem biztos, hogy arról fúj a szél. Tehát ezt a szélirányba kellett állítani ezt a vitorlát, és ezzel a szerkezettel tudták az egész tetejét körbe forgatni. Majdnem olyan, mint a kacsalából forgó palota, csak ennek pont a teteje forogna. És ez a szerkezet az, amivel megfordították. Ezt már nem tudnánk elfordítani, de látjátok, hogy itt vannak ilyen cölöpök, meg ott bent volt egy szerkezet ott az alsó szinten, az a kocsik, tehát a fordító kocsik, és ezt beleszerkeztették valahova, és mindig arrébb csörlőzték egy ilyen cölöppel arrébb, és úgy fordították meg egy kicsit ezt az egésznek a tetejét. És látjátok, hogy itt lóg ki egy ilyen madzag, vagy nem madzag, ilyen vaspálcaszerűség, ott van egy leszúrva egy ilyen szintén egy ilyen vaspálca, és ez a fék. Féknek a szerkezete. Most ha nagyon fújt a szél, akkor a Molnár bácsi lefékeztette ezt az egész vitorlát, és ezzel a fék szerkezettel fölnyúlt, megfogta, meghúzta, és a legfelső szinten a nagy kereket vetít a fékelni. Ne figyeljetek csak ide egy picit! Ki is dolgozott itt a malomba? Hogy hívták azt a bácsi? Molnár, méghozzá szél Molnár. Azt tudjátok-e, hogy hívják ezt a szélnek? Na, becsületesnek.
centen. Sávfixelma. Jaj, ide ügyes vagy, sáv. Amúgy ott van a puska. Igen. Sávfixféle szélmalom. Ő volt a tulajdonosa régen ennek a malomnak. És ugyebár ezt akkor mire használták ezt a malmot? Mit csináltak itt a molnáról? Őrölték, és csak búzát? Nem ám, mit még? Dori? Zabros. Egy picit? Igen, Kristóf? Lisztet. Hát a liszt lett a végtermék, de miből lett, Martin? Búzából, rozsból, zabból, árpát, mivel nagyon sok gabonát tudtak itt őrölni. De szerintetek ez a molnár, ez egész nap dolgozott, vagy csak nappal, vagy éjszaka, mikor kellett itt lennie itt a malomban? Mit gondoltok? Zolikám, szerinted? Nappal. Csak nappal? Zentel? Amikor fújt a szél. Csak amikor fújt a szél, akkor volt itt a molnár? Nem csak akkor. Hát képzeljétek, ez egy éjjel-nappalos műszak volt, állandóan itt kellett lennie. Ugyanis amikor fújt a szél, akkor a Gyorsi néni is mondta, mit csináltak az ikorlákkal. Szélirányt állították, ugye már kifeszítették a vásznak, hogy megpörgesse a szél a malomnak a kerekét, és úgy meg tudják őrölni a gabonát. De mi volt akkor, amikor orkán erejű szél volt, amikor nagyon-nagyon erős szél volt? Zolika? Megúzták azt a falat. Lefékezték, mert képzeljétek el, hogyha nagyon erős volt a szél, akkor bele tudott volna kapaszkodni ezekbe a hatalmas nagy vitorlákba, és le tudta volna vinni a tetejét is a malomnak. Ezért itt kellett lennie ennek a molnárnak éjjel-nappal, mert hogyha éjszaka jött a szélvihar, akkor a vitorlákat elfordította, vagy levonta, hogy ne tudjon belekapaszkodni a nagy vitorlákba. Igen. Több ember is dolgozott itt bizony. Na most mit gondoltak arról, hogyha nem fújt a szél, akkor mit csinált a molnár legény? Elmenj nyaralni? Nem. Hát nem ám. Hát mi volt szerintetek akkor a dolga? Akkor nem kellett itt lenni, amikor nem fújt a szél? Mikor szélcsendes idő volt? Mi? Mit csinált itt szerintetek? Martin? Vetett. Hát nem vetett. Kristófom. Nem, hanem képzeljétek el, hogy akkor a szerelést is ő csinálta, bármilyen ácsmunkát, vagy akár a malomkövet ő vágta ki, vagy hogyha valamilyen karbantartási munkálatokat kellett végeznie, akkor mind a molnárnak volt ez a feladata, hogy megcsinálja. Na, hogy jutott el ide a búza? Hogy indul ez az egész folyamat? Zente? Úgy, hogy elültették a búzát. Hát elsőnek miatt még elültették, mit csinálunk a földdel? Mert... Miki? Összegerebiézzük a leveleket. Hát megművelték a földeket, ott van ezek nagy területű földeket szokták azért a gabonát venni. Na és akkor utána jön az, miután megművelték a földet, előkészítették különböző technikákkal, utána mi történt, Lóri? Erőltették a magukat, nagyon jó. Na, kikelt a búzány, mi történt utána vele, Martin szerinted? Leszették. Hogy szedték le? Kaszával. Kaszával? Olyan ugye? Így van. De most már, most is még kaszálják ezeket a nagy gabonamezőket? Nem, most már ugyebár gépiesítve van elég sok minden, nagy kombányokat látunk ugyebár nyáron aratógépeket, és azzal betakarítják a gabonát. Hova viszik ezt? Szerintetek, Kristóf? És mielőtt még beleesni oda. Hova viszik ezt a gabonát? Na, ki tudja, hova viszik? Rögtön ide hozzá? Vagy malomba viszik? Most mondja, bár nem ilyen szélmalmok vannak, hanem gépiesített malomban. De hát nem vízi malomban? Vízi malom is, ha igen, de az nem oda gondoltam, hanem képzeljétek el, hogy ilyen nagy silókba, ilyen gabonatvárolókba viszik a gabonát. Nyáron, hogyha mentek autóval valahova utaztok, akkor nagyon sok traktorral lehet találkozni, akik ilyen hatalmas nagy pótkocsikat húznak, és az tele van gabonával. Elviszik ezeket a silóba, és amikor elérkezett az az idő, hogy átszállítják a malomba, akkor szépen onnan ezekből a gabonatárolókból elviszik a malomba a gabonát. Mi történik ott a malomba? Mit csinálnak ezzel a gabonával? Mit tudod itt most? Csak most már nyilván kicsit modernizálva van ez az egész technika.
Bizonyám, őrlik, aprikkek. És képzeljétek el, hogy a búza, például a búza szemlé, ugyebár a magot és a búzának a magnak a héját választják külön, és a maga a liszt, az a búza magnak az őrleménye. És akkor ugyebár láttuk ott a búzadarát, a korpát, ezek mind ilyen melléktermékek a búzából. Szórunk bele a búzát, és most ebbe teszem másik volna, akit lehet takarítani. Ó, ennek nagyon nagy kertekül, és ott jön ki belőle utána. Fordulj el szépen óvatosan. Nézzétek, csak közben itt meg tudjuk nézegetni, hogy milyen malomfajták voltak. Volt a száraz malom, gőzmalom, széntüzelés volt, kézi malom, vízi malom, bizony, ugyebár a vízenergiát használták fel, és a szélmalomnál pedig a szélenergiáját, hogy azzal forgatták meg a nagy malomfereket. Igen, minden ott volt, ott fogtuk le, hogy milyen energiát mondtuk, hogy az alföldön majdnem 400 ilyen szélmalom volt. A malomban, a malomban, három tarka macska, három tarka macska. Egyik szítál, másik rostál, harmadik követ vág, harmadik követ vág. Üdvözlök mindenkit itt a tehetségműhelyünkbe. Egy kicsit beszélgessünk, hogy hol jártunk a múlt alkalommal. Dóri? Malomnál, bizony. Hogy hívták ezt a malmot, vagy hogy hívják ezt a malmot? Ki emlékszik rá? Zente? Sárfik szélmalom. Sárfik féle szélmalom. Ki dolgozott itt? Kristóf? Molnár. A Molnár. Mi volt ennek a Molnárnak a feladat ezek a malmok? Martin? Hogy figyelje a szélerősséget. Hát nyilván az is volt a feladata, de ezen kívül még mi volt a legfőbb feladata? Mit csináltak itt a malomba, Dóri? Őrölték a búzát, bizony. És akkor kellett figyelni a szélerősséget. Miért kellett ezt figyelni a Molnárnak szerintetek? Mit beszéltünk ott a malomnál? Miért volt fontos, hogyha például nem fújt úgy a szél, nem volt olyan erős, vagy hogyha nagyon erős volt, akkor mit kellett csinálnia? Elfordított van egy kart. Bizony, és akkor elfordult az egész... Malom. Hát nem a malom fordult el, hanem... Az egész tetője. Hát az egész tetője, és akkor ugyebár a szélkerék is, ugyebár a megfelelő irányba fordult. Mi volt, amikor nagyon erős volt a szél? Ezt tudjátok, ezt én meséltem nektek ott, amikor megálltunk. Levitte a szélmalomnak a tetejét? Nem. Hogy mindig a szélerősséghez kellett igazodni a molnárnak. Bizony, arra kellett figyelnie. Oké. Miből készül ott a liszt? Miből készítették? Miki? Búza. Búzából. Ezen kívül még miket emlékeztek, ott megfogdoshattuk, megtapogathattuk őket, Zente? Zab. Mi volt még, Niki? Rozs. Rozs, nagyon jó, ugyebár többféle ilyen gabonatermésből készülhet a rizs. Ezeket néztük meg. Na, szerintetek belőlünk hogy lehet malom? Hogy tudnánk a malomnak a mozgását utánozni? Tudjuk-e egyáltalán? Nem tudjuk. Testnevelés során nem szoktátok utánozni a Martin? Malomközés. Na, átsuk fel gyorsan és utánozzuk csak a malomnak a... mozgását? Na, hogy szoktátok el? Aj, de jó szélmalmok lettek így. Gyerünk, Martin! Kicsit egy ebéd után átmozgatjuk. Nagyon jó. Előre tud csak menni ez a malomkerék? Amikor... hátra is, bizony. Nagyon jó.
Oké, na, csücs vissza, nagyon ügyesek vagytok. Tudjátok egy dal, szerintem a többség már ismeri. Nagyon figyeljetek jó a szövegére. Ott vagy a családori. Jó, nézni nem kell, nem fontos a képet, csak a szöveg, ami fontos most nekünk, jó? Haladni a méhecskével, ahogy a dalba hallottuk a szöveget. Jó, azért is mondtam, hogy aki tudjuk, hogyha tudjuk, akkor énekeljük is el együtt, hogy még jobban emlékezzünk a dalnak a szövegére. Na most arra kérlek benneteket, hogy szépen egyesével, jó, átbeszéljük, megbeszéljük, hogy mi az első kép, második, és úgy kell a robotot programozni, mivel asztalon dolgozunk, nagyon figyelünk arra, hogy mi ne történjen a méhecskével? Niki? Bizonyám, hogy le ne menjen, mert akkor összetörik. Jó. Oké. Na, akkor kezdte. Zente, ott vagy az első, én akkor kezdte. Jó? Melyik lesz az első, ahova el kell irányítanod a méhecskét? Na, nézzük, jó? A hátulját én beszámoztam a biztonság kedvéért, megfordítjuk, és hogyha tényleg az az első, akkor jó dolgozhatom. Jó? Azért, hogyha véletlenül valaki nem jó gondolja, nyugodtan közben lehet szólni, jó? Mehet.
Nézzük. Hát ez az első, nagyon jó. Oké, ezt félre is tesszük. Jó. Oké, Dori, jöhetsz nyugodtan. Mi volt a második? Oké. Jó, róka gyűjti. Oké. Addig gondolkozhattok nyugodtan, látva a Martin már így előre gondolkozik, hogy vajon mi lehet a következő. Jó, nézzük meg, hogy jól dolgoztál, Dori. Nagyon jó, oké. Na, Zolika, ott van előtted, akkor melyik a harmadik? Mi volt a róka gyűjti után? Segítsünk a Zolikának. Na, nem megy ez, szuper. De szúnyog kémét köti. És megnyitni ott azt a kártyát, hogy a hármas van rajta, nagyon jó. Na, akkor Niki, jöhetsz is te. Mi volt a következő a szúnyog kévét köti után? Hogy a... Bolha? Bolha pakolja fel a húzat. Igazítjuk. Jó. Na, jó dolgoztál? Igen. Oké, okay, Martin. Melyik jön? Az. Hova viszi ez a lovacska a szekeret? A malomba. Igen. Jó, a gyerek is ropom ide, és akkor én nem vagy könnyebb lesz irányítani. Nézd meg, Kristóf, hogy jól dolgozott-e, Martin? Igen. Oké. Okay. Jó, na, Kristóf, melyik a következő? A tartomacska bizony. Ugyebár ott elmondta a dal, hogy mit csinálnak a macskák a malóba. X-Wild. Jó, következő lépés, már gondolkozhat a következő programozó. Jó, dolgoztál? Oké. Okay. Na, mi jött a macskás után? Most kérem. Jöhetsz ezen te. Jó, akkor jaj. És akkor ezt átadom a dolog. Jó, mindenképpen. Na, mi jött utána? Az egyik szitál, másik röstál, harmadik követ vág. Na, segítsünk neki! Szerintem hát ott, amikor ott a... Hát szerintem, amikor a szemed hozzá a vizet. Uh-huh. Bizony, na oda juttassuk csak el. Elég egyszer. Nehezebb vagy könnyű? Könnyebbet, jó? Mert még van feladat. Vagy Martin is elvelted nyugodtan. Jó, oké, Dori. Melyik jön? Szerintem az, amikor a Boci ott a... Mit csinált a dalban? Szürke szamár vizet hoz már. Martin, emlékszel? Dagasztotta, igaz, tehén dagaszt. Jó, oké. Visszamehetsz oda nyugodtan, hogyha ott onnan könnyebb irányítani.
stop, nézd meg, hogy az a 8-as. Oké, jó, Zolika, melyik a következő? Ne, szerinted melyik? Bizonyám, mi volt a dalban a szövegben? Emlékeztek-e rá? Kristóf? Medve várja. Ügyes vagy, medve várja, hogy kisüljön a cipó. Bizonyám, csipegetik a morkát. De nincs ennek azért így, hogy megjutottuk a kajóra, de utána fogalmazunk úgy is csak, hogy melyik ötöttetek az utolsó képhez. A kicsit megakadt. Igen, ide programoztam, csak nem megakadt egy picit az asztalon. Jó? Tizedik? Na és akkor gyerünk, Martina. Utolsó. Mi volt az utolsó szöveg? Ki emlékszik rá? Dóri? Hangya gyűjti. Mit gyűjtött a hangya? Morzsát. Morzsát. Pontosan hangja morzsát szerint, nem? Nagyon jó! És akkor az utolsó kép is megvan a rész. Tehát jó, visszacsücsülhetünk a helyünkre. És akkor most megfordíthatjátok ezt a kis feladatlapot. Jó, elsőnek csak az első oldal, ami nekünk fontos. Jó, ahol ez a kis feladat lesz. Én írtam egy kis mesét nektek, itt az elejét elolvassuk, jó? Oké, kikezdeni az olvasást. Niki? Szia! Zümi egy reggelen sírásra ébredt. A szélmalomnál, ami Zümi háza mellett volt, egy molnár, bogár, sírdogát, oda ment hozzá és kérdi. Jó, Marti, folytatnád? Igen. Mi történt veled, Molnár Bogár? A szélmalom kereke tönkrement, és így nem tudok lisztet őrölni. Nem lesz liszt, nem lesz friss, ropogós kenyerem sem. Jó, szemben. Zümi elhatározta, hogy segít új barátján. Összehívta az erdő bogarait, hogy segítsenek neki. Jó. Na itt a következőben azért van zárójában, mert itt írom a feladat. Itt leírtam, hogy mi lesz a feladatod. Dori, olvast föl, légy szíves. Segíts Züminek összegyűjteni az alkatrészeket és az eszközöket, hogy megszerelje a szélmalom kerekeit. Majd szólj szél Urfinak, és vidd el a malomhoz az összegyűjtött dolgokat. Figyelj, hogy a pályáról ne lépj le, és
kerüld el a viharfelhőket is. Ha sikerül teljesíteni a feladatot, olvasd el a mese befejezését. Na, mi történt? Mi történt a küzdőmivel, Niki? A malomnak eltört a kereke. Igen. És neki... Kié volt ez a malom? Mit olvastunk a szövegbe? A Molnár Bogáré. A Molnár Bogáré. És akkor miért, mire kérte Zümit? Hogy segítsen megjavítani neki a kereket. Bizonyám. Na, mi lesz itt a feladatunk? Mit olvasott a Dóri? Zolika, mit olvasott? Mi lesz a feladatod? Az, hogy össze kell gyűjteni a darabokat, hogy meg lehessen csinálni a malomnak a kerekét. Bizonyám. Ugye bár a malomnak hány kereke van? Vagy hány szélkerék van a malmon? Kristóf? Négy. Látjátok, hogy négyet beraktam oda a pályára. Illetve alkatrészeket. Milyen alkatrészeket látunk, amit össze kell gyűjteni, hogy megjavítsák ezt a szélkereket? Kristóf? Fűrész. Nagyon jó. És utána, hogyha megvannak ezek a kerekek, illetve az alkatrészek is, utána hova kell mennünk? Kinek kell szólni? Martin? Na, kinek? Kinek kellett szólni? Nem a Molnár Bogár hallott a képen, Zente? A Szélúrfinak. Szerintetek miért kell szólni a Szélúrfinak? Kristóf? Azért, hogy fújja a malmot. Bizonyám, hogy megfújja ezeket a nagy kerekeket, és a végén hova kell eljuttatni? A malomba, jó? Na most, hogyha másik oldalt ide mellé teszitek a lapot, akkor látjátok, hogy vannak nyilacskák, itt szépen egymás mellett. Lépsz a kis kupak méhecskével, és akkor egy ilyen kis négyzeten belül kiszínezed azt a nyilat, amerre irányítod a kis kupakodat, jó? Ha előre, akkor az előre mutató nyilat, ha hátra, hátra, jobbra, illetve balra, csak azt színezed ki, egy lépést tudjátok, egy négyzet, oké? Zolikám, jó? Mindig csak egyet színezel, és akkor lépsz a kupakkal. Ha készen vagy, ugyanez a kis pálya megvan nagy pályán, és le fogod tudni ellenőrizni a munkádat. Jó? És hogyha mindenki jó dolgozott, akkor végül el fogjuk olvasni a mese befejezését. Rendben? Na, dolgozzatok szépen, jó? Színessel is lehet színezni a kis nyilakat, de grafittal is, tehát ott van bízva, jó? Ha valaki elakad, akkor nyugodtan szól. És mire kell nagyon figyelni? Mit kell elkerülni? Dóri? A hófelhőket. Viharfelhő. Igen. Nagyon ügyesen, fegyelmezetten dolgoztok. Próbáljuk meg, hogy a lehető legkevesebb lépésből, jó, 40 lépés áll rendelkezésedre, jó? Kevesebb lehet, több lehet, nem. Oké?
Jó, aki készen van, és át is nézte, akkor megfoghatja ezt a kis lapot, ahol a kódokat színezte, és akkor itt van kettő pálya, itt három-hárman elszólottok, és le lehet ellenőrizni a munkátokat, hogy jól dolgoztatok-e. Jó? Igen? Elkavarodtam szívem. Figyelj csak, akkor én csak előre próbál csak meg, hogy ellenőrizzük is. Szerintem nincsen kapcsolva neki a légyszeres. Nem van szívem. Jó, hát akkor itt színezünk. Nézd csak, aki Kristóf, mehetsz a másik pályához, ugyanaz. Ott is tudod ellenőrizni a munkádat, jó? Akkor is csak innen ezt kiradírozzuk, ezeket, és akkor próbáld meg ott folytatni, jó? Tehát itt tartok már, ott ahol állsz ez a mezőn, és akkor innen színezd, jó? Visszalépsz, csak az a lényeg, hogy 40 lépés nélkül nem tudod megtenni. Kész? Jó, hát majd lehet hozzá lenni, hogy ha végzett a nélkül vagy a Kristóf, akkor oda is tudtok menni. Csak az, hogy így el tudottam, nem tudtam eldönteni, hogy most. Hát azért szerintem ugye lép le még egyszer biztonság kedvé, amiket beszínezgettél, jó? Az egészet be is... Ha megakad a méhecska a pályán, véletlen félre nyomtam. Akkor kezd újra, Niki, jó? Nem vagyok benne biztos, hogy jó. Kezd újra, szívem, nyugodtan, jó? A fűrészre sem, igaz? Pedig mondtam, hogy össze kell gyűjteni a futást, csak vissza kell sok javítani. Jöhetsz, Martin. Igen. Hát van a nagy pályára, nem tudom vele Thank you.
Na, te meg mellé jártad újra? De hol voltál a lényeg? Hoppá! Na, mi történt? Várjál, azt nem eljött fel. Na, mi lett vele? Meg lett az összes. Csak? Nem. Valami rossz volt ott? Hát elkezdett erre menni. Akkor lehet, hogy rosszul programoztad be. Utasd csak ide a lapodat? Lejártad a kupakoddal? Hát a kupakomba ide jártam. Ez jó, Martin, pedig akkor nem jól programoztad be ezt az ügyét. Jól csináltad a feladatot. Újra tehát megpróbálhatod, jó? Nyugodtan. Zolikám? Jó? Kicsit csalak, hogy nyugodtan igazítsátok vissza. Azt a közepén egy picit megakad. Itt tolattál vele? Hoppá! Itt rossz irányba fordítottuk. Nézd át, és újra járd le a kupakkal, a gyerekek járják oda a kupakkal, hogyha véletlenül rossz irányba fordítottátok. Hát nyilván, persze. Ide jutottam, hogy így van. Egyetemére, így van, és ma pillanat előtte nem léphetsz. Lépd le a kupakkal, és akkor utána tudni fogod már, hogy hol rontottad el. Én rájöttem már, hogy szuper! A liláit csinált, jó? Te mehetsz, akkor programoztatok. Hát, vagy karikázzatok, hogyha már nagyon színes, és nem tudod kiigazodni, akkor, vagy nem tudsz kiigazodni, akkor karikázzatok be azt a miatt, amelyre akarod, hogy menjen. Ott is van egy híres pályázat, hogy nyugodtan mehetsz oda. Na és miért? Nem tudom. Nem tudod? Hát ezért kellett volna lejárni a kupakkal, az amikor meg tudod, hogy arra nézem azt, hogy hittem, hogy... Nézzük, hogy te lépsz a kupakkal, én mondom az irányt, amit célsz, jó? Előre, 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 balra, előre, előre, balra, előre, előre, balra, balra.
Csak ezt kell, mert nincs semmi hírhatok. Lehet úgy is, hogyha nem egybe akarod, hogy nyugodtan így soronként programozod be. Hát az első sort mondjuk, vagy akár oda jutott az első lapáthoz, és akkor úgy tovább. A két pad között. Jó, te tudom. És tökéletes. Jaj, de örülök neki. Szuper, oké. Nagyon jó. Tedd ide vissza, amíg a lányok nem nézték el. Ez a tiéd. Jövel nevedet, ez a tiéd is lehet. Aki végzett, az tapolja össze majd a felizáit is. Jó, már nem lesz rá egy előre szükségünk. Igen, még lesz egy feladat. Jó. De nyugodtan mehetsz oda a lépjumak nagy tájához, jó? Nagyon hát jó lesz. Gyere, Zoli, mindjárt végez az Zolika, és akkor te is le tudod ellenőrizni. Ügyes vagy. Nagyon jó. Eljuttattad akkor minden akartészt, te is a malomhoz. Jó. Gyere Zolikám, te is. Tedd vissza oda Lórinak a robotot. Pakoljatok össze a fiúk, mert a feluzáknak is már szükségünk egyenlőre. Jó. A lányok is befejezik. Radi sem. Jó. A papír az maradtam, az hihetitek majd hazza. Csináljuk a szívem. Úgy is jó. Úgy is jó. Persze. Nem, a méhecskék az enyém. Jó, kicsit rendet rakjunk a padon, mert még lesz feladat, és ahhoz kell a hely, a lányok is végeztek.
Nagyon ügyesen megcsináltuk a kihívást, amiért a feladatban volt, úgyhogy el fogom nektek olvasni én a mesebefejezését, jó? Hoztak kalapácsot, fűrészt, faelemeket, és együtt nekiláttak a munkának. Mikor készen lettek, már csak a kereket kellett megpörgetni, hogy őrüljön a malom. A bogarak együtt felrepültek a vitorlákhoz, és körbe-körbe repülve forgatták azt. Egy idő múlva viszont nagyon elfáradtak, és sorba dőltek el a puha fű talaján. A molnár bogár nagyon szomorú lett. Ekkor Zümine eszébe jutott, hogy van egy jó barátja, Szűr úrfi. Gyorsan elrepült megkeresni. Mikor rátalált, elmesélte neki a történetüket, és segítséget kért tőle. Szél úrfi szívesen segített. A molnár bogár nagyon boldog volt, újra őrölt a kicsi malom. Beöntötte a garatba a búzaszemeket, a malomkövek pedig megőrölték. Alul a lisztes láda csak telt liszttel. Amikor kész lett a liszt, a molnár bogár neki látott kenyeret dagasztani. Betette a beknit a kemencébe. Amikor ropogósra pirult a tetején, kivette és felszeleteltem. Megkenték vajjal, mézzel, lekvárral, és addig falatoztak együtt a rétén, amíg a kenyér az utolsó morzsáig el nem fogyott. Na, hát ez volt a történetünk befejezése, és van még már egy utolsó kis feladat. El fogja mindenki készíteni a saját kis szélmalmát. Ehhez én az elemeket már nektek előkészítettem azon a két pályán. Milyen elemeket kell összegyűjtenünk szerintetek hozzá? Martin? Egy vécépapír, meg egy színes papír. Hát egy vécépapír burigát, ugye? Vagy színes papírt. Bizony. Kell egy... A malomokat, amiből csináljuk a tetejét. Tetejét. Bizony. Kell hozzá szög. Hát igen, ez egy kis rajzszög. És még fiúkák? Mi ez? Szerinted? Itt megváltozol a szél. Bizony, hát ez a szélkereke a malmunknak. Na most, tehát akkor összesen 1, 2, 3, 4, 5 elemet kell összegyűjtenetek, jó? Mindegyik vécépapír burigába tettem, én a színes lapot választhatok egy szín magatoknak, és akkor mindenki gyűjtsön egy győr. Jó, kapcsoljátok be a méhecskéket. Ott is van zente olyan tűzviszkét, hogy szeret. Ja, Dori, már kiválasztottad? De lányokra gondoltam a sárga szín, de mindegy, ahogy alig gondolják ezt, jó lesz a sárga, és már akkor teteje lesz kék a malomnak, jó, hogyha kék a teste, vagy az épület, akkor legyen sárga a szélkerék, jó? Akinek meg sárga a szélmalmának, a kereke lesz kék, jó? Na, oda vezet mindenki az elemeket, és gyorsan összegyűjti. Meg is kell építeni. Vigyázzatok, a rajszögek szúrnak, Kristóf. Miért még az ujjadba áll? Először csak a mindegyikei. Jó? Gyerünk, Dori, a következő elem. Először. Na, de nyomtam előre. Én nyomtam előre. Megedd a szöget. Jó? Onnan, Martin, akkor a levehetőd azt a szöget, akkor ugye csak ide is oda teszem neked az asztalra, jó? Hogy nehogy megszúrjon. Hát lehet, gyorsan műzd össze az elemeket, mindenkinek össze kell gyűjtenie. Gyerünk, gyerünk, gyerünk! Azaz! Jó! Na meg egy tetőt, Dóri! Meg egy szög is kell nekem. Meg egy szög is, jó. Így a WC papír burigára, jó, rányomkodott, hogy jó, ráragasszon, ez, vagy ráragadjon. Ez lesz az első lépés. Ha ez megvan, figyelj, Niki, figyelj. Akkor ez lesz a teteje, itt ezt a pici, ami be van hajtva, ezt kell beragasztani, és hogyha ezt itt szépen ide ragasztod a másik oldalhoz, akkor lesz egy ilyen kis szélmalom tetőnk, jó? Oké? Ezt majd később fogjuk még ráragasztani a szélmalomra, ezt csak egyelőre készítsd el. Itt, ami van a szélkerék, a kis vonalak mentén bevágod, és majd mutatom, hogy hogy kell meghajtani, hogy így nézzen ki a szélkerekünk, jó? Eddig jussál el, és akkor szépen megyek, és segítek közben nektek, jó? Mehet! Köszönöm.
Dolgoztam. Hát úgy a széleit nem kell teljesen ragasztós legyen meg állzon a ragasztóba, de azért ragadjon rá a gurigára. Én egyszer mindenhol végigkúszom. Jó, az egy nagyon jó, az is tudom. Úgyis jön, hogy ilyet el fog ragadni szerintem úgy is. Jó, az már elég szerintem elásztottuk teljesen. Jó, a ragasztókra azért tegyétek rá egyenlőre majd a szapot. Azért nyomkod össze, Martin, jó? Összenyomkodom. Zolikám, az egy ragasztós, az is jó. Most már ragaszthatod te is. Jó, jó. A vonal mentén. Ez egy jó. Úgy jó. Jöjj a teteje. Sokáig azért egy kicsit nyomkodjátok össze, mert azért keményebb a lap, és akkor nem hogy kirúgja. Jó az már szívem, jó az már szerintem. Elég jó szívem. Az tedd le, és akkor jöhet szép itt a vonal mentén. Papír nagyobb, mint a kuriga. Hát nagyobbakat vágtam, igen. Ezt is összeragasztom. Oh, így van. Nem ragad rá. Mert nem eléggé ragasztóztat beszélni. Másik felé ragasztóztat. Igen. Oké, legyen ajtó is a malmom. Tessék. Ajtó van, fiúk? Jó. Nincsen még. Na, ajtó. Jó, mindjárt Niki odaadja a filcet. Nézzétek csak, hogy én is megrajzoltam. Oké, majd mindjárt legyen is a filcet. Jó, mindjárt megrajzoljátok, és akkor lehet repülni, hogy ebből filcem volt. Ott a másik az ember. Igen. Nem úgy kéne beragasztózni. Hát mindegy, ott kell körbe, igen, kis topon. Jó, szemben nem vagyok meleké. Jó, majd mindjárt szóval, amíg a dolgó is nagyrajzolja meg. Pakoljuk össze, fiúk, a... Tehát, ha mi veszed ezt a... Nekem meg a szűk voltál. Nagyon jó, Zolika, ügyes vagy. Jó, kettő-három ablaknál több nem kell, gyerekek, jó? Kettő ablak, ez olyan sok ablak, mert nincs a malomnak. Tehát, hogy csak csináltam, hogy hátsó van szépen. Ja, értem. Kék filcet tudok adni. Jó, hát a filcet át a fiúknak. Jó, ja, így a szép lett. Oké. Jó, pakolj össze magad körül, kérlek. Na, csücs, hogyha készen vagy? Nem a malomra, a papírra, hogy ez a tiéd, csak azt kerestem. De mi ugyanolyat csináljuk az entével. Nagyon szép lesz. Jó, addig gondoljátok azt végig, csücsülj csak egy picit még. Jó, addig gondolja mindenki végig szentén, hogy mit őröl a malmába, jó? Hogy az ő kis malma, amit készített magának, az mit fog őrölni, jó? De csináld meg, Kristóf, most már megbeszéljük, oké? Meg azon is gondolkozzatok, hogy melyik feladat tetszett a legjobb. Ott van a csapmat, hogy ott van. Tudom, mit fog őrölni. Lehet különleges malunk, hogy nem mutatsz egy ilyen kicsit? Lehet, amit kitalálsz, jó? Gondolkozzatok. Itt a betűmalom. És utána hogy csinálják a könyvet. Jó, aki készen, van, az pakoljon össze maga körül.
Jó, na nézzük, kinek mit őrül a malma, Martin? Búzát. És neked melyik feladat tetszett ma délután a legjobban? Az összes. Az összes? Jaj, ennek nagyon örülök. Miki? Most fog örülni az én malmom, és nekem amikor csináltuk a malmot, azt tetszett. Azt tetszett a legjobban tekintés. De amúgy minden. Minden. Dóri? Nekem zavott, és Nekem mindegyik feladat, és betűket örül. De jó, hát ennek Anni tanéni biztosan jól fog örülni. Meg a számokat. Meg a számokat is elvisz. Betűket, ez a feladat, legfelül a betűket, amúgy pedig a számítás. Jó, oké. Zolita megrajzolod, addig a Kristóf felmondja, hogy neki mit örül a... Búzár, és neked melyik feladat tetszett a mindegyik, de legjobban a malom. Ez, hogy mikor építettük a malmat? Jó. Na, Zolika, neked mit fog örülni ez a gyönyörűség? Hát búzát meg zagot. Neked is mind a kettő. Szuper. És neked melyik feladat tetszett a legjobban? Akkor csináltuk a malmat. Ez? Jól van, oké. Na, fiúkák, még egy másodperc, jó, és utána engedlek benneteket. Nagyon ügyesek voltatok. Nagyon megdicsérem a brigádot, és akkor majd legközelebb találkozunk, jó? És majd érdekes feladatokkal készülök akkor is, oké? Okay?